Kié a föld? A Szeben megyei Hortobágy völgyben, Erdélyben egyre többen teszik fel maguknak ezt a kérdést. Itt van Románia második legnagyobb természetvédelmi területe. A helyi földeken évszázadokon át kis gazdaságok működtek. Nemrég nagyvállalatok, döntően külföldi cégek kezdtek el nagy üzemben felvásárolni földeket. A következmények a gazdákra és a természetre nézve is súlyosak lehetnek. Első pillantásra idilli, de ha mögé nézünk, mást látunk. A Hortobágy völgye Szeben megyében Románia második legnagyobb természetvédelmi területe, és most veszélyben van. Most elindulunk felfelé a Hortobágy völgyében, Újháza és Alcina felé. Itt látszanak majd a nagy kerítések. Viktória Luft, a Nyitott Táj Szövetség igazgatója követi a térségben zajló fejlesztéseket. Egyre erőteljesebb a monokulturális gazdálkodás, ami megváltoztatja a környezet arculatát. A völgy különlegessége a kis mozaikos tájszerkezet, aminek köszönhetően nagyon magas a biodiverzitás. A tájat évszázadokon át kis paraszti gazdálkodók művelték, hagyományos eszközökkel, sokféle növényt termelve. A mozaikszerűség így alakult ki. Ha most nagy monokultúrák vagy intenzíven művelt füves területek jönnek létre, akkor sok növény eltűnik, és a növényekkel együtt a rovarok is, amelyek a madarakat táplálják. Ami a Hortobágy völgyét különlegessé tette, veszni látszik. Ennek egyik oka pedig az, hogy egyre több földterületet adnak el. Amit most látni, hogy tőkeerős, nagy mezőgazdasági cégek felismerték, hogy miközben a földértéke egyre nő, itt viszonylag olcsón tudnak hozzájutni. És elkezdték nagy területen is részben, igen agresszíven a földeket felvásárolni. Becsöngetnek az emberekhez is, ajánlatot tesznek a földjeikre. És az emberek a nagy pénz szűkében, és mert szegények, el is adják. Különösen nehéz helyzetben vannak a kistermelők, akiknek a földvásárlásoknál is a külföldi és a hazai nagy vállalatok a közvetlen konkurenciájuk. Egy ilyen kisgazdálkodó Ovidiu is. Lassan itt minden tönkre megy. Nem segít már semmilyen törvényi szabályozás. Saját magunk tesszük tönkre. Ha jön egy külföldi és több ezer eurót ajánl a földemért, miért ne adjam el? Ha nincs más választásod, mert már rég nem éri meg. Ezzel vége a kisgazdaságoknak, csak a nagyok maradnak talpon. Ovidiu és Nelucu juhászok. Szeretik a szakmájukat, és szeretnének továbbra is juhászként dolgozni. Hiába szeretnék én vagy sok fiatal juhász lenni, ha nincs földem, ahová vihetem az állataimat. Nem lehet sem venni, sem bérelni, mert senki nem adja bérbe. Ez a valóság, és ez egyre nehezebb lesz. A kisgazdálkodók úgy érzik, magukra hagyták őket, több támogatást szeretnének a román államtól. Fontolgatják, hogy összefognak, hogy jobban hallatszódjék a hangjuk.